Bálint Erika vagyok, a Tapéta Karnis Kft-től, és az Eris Magyar Sweet and Cool nevű gyerekkatalógusát fogom most bemutatni. Ez egy olyan katalógus, ami méretében kisebb, tehát vékonyabb, viszont minden korosztálynak vannak benne megoldások, az egészen apróktól a kiskamaszokig. Lefelé fordítom a kamerát, hogy lássátok is, hogy mik vannak benne. Az első, az rögtön azoknak a tizenéves kislányoknak készült, akik élvezik a közösségi médiát. Ennek az ikonjai kerültek fel, illetve rajzok. Ez egy nagyon merész, ikonikus grafitis jelleg, ami jellemző rá, fehér alapon van, és ugye nagyon szép színes. Itt van egy szobakép róla. Ilyen töménységben azért nem nagyon javaslom használni, vagy pedig legfeljebb egy falat használjunk így, és mindenképpen a többi falat oldjuk meg akkor egy színűvel. Itt mutatja is, hogy miket javasol még hozzá. Az egyszínűi azok ilyen kicsit bordázottak, habosított, de bordázott. Mindegyik tapéta egyébként habosított felületű, flíz alapú, és nagyon fontos, hogy rajtuk van a nem gyúlékony jel. Erre inkább szállodákban szoktak figyelni, de otthon is lehet. A második minta az egészen pici kislányoknak lehet jó. Ez egy ilyen imádnivaló bájos pasztel. Nagyon helyesek ezek a kis körök, amikben még időnként egy-egy csillag is megjelenik. Ezek ilyen, még kaptak egy plusz ilyen csillogást. Itt van egy nagyon klassz szobakép róla. És például ezt a mintát, ezt használhatod, javasol hozzá a cég, hát most hagyjuk a lámást, de van ugyanebből az előzőleg mutatott egyszínűből, ami egy picit ilyen struktúrált, van a fehérje, és van ez a lilás rózsaszínes. A lámásat is berakták ide, egy ilyen nagyon helyes kis bébi láma minta van, és hogyha megfigyeled, ebben is itt vannak ezek a körök, benne a csillaggal, tehát ezt is tudod használni akár ennek a körösnek a kiegészítéseként, itt pedig mutat egy nagyon helyes kis szobaképet róla. Jó, nézzük tovább. A következő már egy hirtelen váltással a nagylányoknak való tapéta lesz. Mutatom a szobaképét először, és itt van maga a tapéta. Ez egy ilyen antracit alapon, egy ilyen bézses, inkább ilyen lilás beütésű szöveg, és hát ez egy ilyen szelíd, van egy kicsit egy ilyen fémes árnyalata, egy ilyen visszafogott eleganciát áraszt, tehát már ez ilyen nagyobbakhoz abszolút illő. És ezt a színt javasolja hozzá kiegészítésnek, ez ugye a betűk színével egyezik. Tehát itt, hogyha ezeket így kombinálod, ez van egyébként több színben, ez a kis halvány rózsaszínes is nagyon szép. Van hozzá egyszínűje, van egy világos szürke, és annak is van egy egyszínűje, tehát egy ilyen nagyon, nagyon kellemes környezetet tud nekik teremteni, ami trendi az ő ízlésüknek megfelelően, de mégis a felnőttnek is vállalható. Az ötödik minta a sok kisfiúnak az álma, tele van ugye járművekkel, tűzoltó, mentő, rendőr, minden, még helikopter is van. Ez is egy nagyon szép kis habos tapéta, hófehér alapon, szép színes. Itt láthatjátok a szobaképet róla. A következő, illetve ez még mindig az, itt van ugye a fehér, amit javasol hozzá. És a következő megint csak egy ilyen bébi lámás minta, csak itt a kisfiúkra gondoltak, mivel ugye világos kék
a színe, de ugyanígy itt vannak benne ezek a kis körös, csillagos minták, és ugyanúgy megtalálható itt ez a körös, illetve javasolja hozzá a hófehéret és a kéket, mind a kettő ezzel az enyhén kis bordás, hosszonti bordás felülettel van. A következő mintája megint egy nagy váltás, ez már abszolút a nagyobbaknak való, ugye ezzel a gördeszkás mintával. Itt egy antracit alapon enyhén ilyen szürkés-bézses minta van. A fémes csillogása jellemző rá. Itt van a szobaképe. És akkor megnézzük még, milyen színekben van. Igen, itt ebbe beleraktak már egy kis ilyen türkizest és sárgát, ugye mindjárt összehasonlítjuk az előzővel. Tehát ez a különbség itt a kettő közt. Jó. Ez a gördeszkásoknak, igen, ez az éjszakai élete, itt is megvan hozzá ez a fehér. Megvan a feketéje, és akkor jött még egy unisex minta, ami hát talán azért inkább a lányoknak, mert hogy van benne egy kis enyhe csillogás, amit lehet, hogy a fiúk nem szeretnek, de igazából annyira nem is zavaró. És akkor ez van még egy ilyen világosabb színben. Itt van a szobakép róla. Jó. És itt van még egy színsor. Tehát az a lényeg, hogy ebben az Erismannak a Sweet and Cool nevű katalógusában az egész piciktől kezdve a nagyoknak mindenkinek lehet találni, és szerintem kedvesek, vállalhatóak, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy nézd meg.